Hello! Tehát most jön az Outlaws Rush, a leges legutolsó versenyjátékban. Tehát tényleg ez az utolsó? A versenyautóm az nagyon tetszik. Meglátjátok, hogy milyen rohadt jó a hangja. Csak ti nem fogjátok hallani, mert valamilyen nem veszi fel a játékomnak a hangját az OBS, de... De nagyon jó a hangja. Nem ennél jobb. Olyan, mint egy izomautó, csak egy kicsit nem annyira olyan... hanem ilyen... Ilyen Ferrari-sav, tehát Ferrari összekeverve egy kicsi izomautóssal. The Outlaws Rush, boy! Na, Godspeed, Tyler Morgan. Ez is mondom, belaggoltam. One hell of a show! Ó, várjál. Az viszont biztos, hogy nem az X6-os BMW-vel fogom menni offroadnak. Mert ilyen offroad autón van, de nem azzal megyek, mert nem. Túl nagy az autó. Ez van meg, ez az X6-os. Szerintem ez egy túl nagy autó. Hatalmas ez az autó. Tehát egy Lancer az perfektó lesz. Csak fel kell tuningolni, tehát most ez... Pff, semmi. Negyed, de már meg is van, már csak 99 kell, az semmennyi. Le fogom győzni, testvérem! Testvérem! Godspeed, Tyler Morgan. Ja? Jézusom. Jézusom, Mariato! Örültem volna, hogyha Lance Revolution 10-et vagy a 8-at rakják be, nem a 9-et. A 8-at már csak azért is, mert még ez is, tehát ez Earl-nek volt az ívója, de a 8 az meg a Tokyo Driftben benne volt, a 10 az meg szimplán nagyon jól néz ki. Nagyon finom a szőlő. Szőlőt itt én így eszek közben. Ami, tele vagyok, annyi szőlőt adtam. Hú, ez savanyú. Nem megfulladtam.
Pörgetés, pörgetés, pörge, pörge, pörgetés. Egész játékot kijátszottam, de az utolsó missziót az megmutatom, mert az első sem mutattam meg, egyszer sem. Új, az ilyen ultimate speed, nitro, gyorsulás, meg top speed. 800 horsepower is mad, though. Mad. Are you mad, bro? Van itt nekem egy ilyen pisztolyom, és hogyha lövök vele, ilyen hangja van. Remélem rohadt hangos volt, most kettig lövöm a szúnyoghálót. Úgy nem, egy patronos pisztoly, azt nincs is benne patron, tehát nem is lehet vele lőni. Amúgy is a patront nem is lövi ki, csak fölrobban a izébe. Megüti nagyon erősen a cucc, és így robban egyet gyakorlatilag. Muszáj volt. Exhaustem is exhaustot akartam, de nem va... I'm fucking awesome, popping people in my face just like a rockstar. I've been fucking awesome, popping pillies, mega pillies, like a rockstar. I've been fucking awesome, popping pillies, mega pillies, like a rockstar. I've been fucking awesome, fucking. Hold it, nyolc van. Nulláról száz. Hőcsém, hallod, a reggé rám nem megy annyival, az pedig a leggyorsabb autó a játékba. Hát az nem ment annyival, az 2,40-nel ment. És pedig voltak rajta gyorsulási cuccok. Mondjuk már eddig is lehetett tudni, hogy a reggere az borzalmasan fos gyorsulásra, de akkor is. Azért az durva. 1,80, simán legyőz egy reggerát. A gyorsulásba legyőz egy reggerát. Csak egy hosszú versenyverem, mert egy reggel tud menni 410-valahánnyal, ez meg csak 344-en, ami akkor is sok, tehát sok, de a reggel az sokkal többet tud menni. Hát nem sokkal, de jóval. Nem sokkal, de jóval gyorsabban. Most már 170. És hát most már egy, nem 80, hanem 70, tehát 10 millisekundum lement. Most a föl fog menni. Nem, így is csak 7 ment, tehát így is gyorsabb. Hát igen, ennyire jól nem gyorsul a vizeim, az biztos. És már is 200-zal megy. Ennyi idő alatt szokott a reggelem 150-nál menni. Ennek olyan rohadt jó a gyorsulás, hogy beszarás. Jaj. Ennek konkrétan egy beszarás a gyorsulása. Viccen kívül. Már is 100. Na most ilyen sima fekete lesz, most úgy megyünk. Hát most ez miért baj az? Ilyen szóval, hát mehetnék ezzel, vagy ezzel, de
ezzel megyek, az F-type-a. Ez nagyon jó szerintem az F-type. A Lancerrel. Ez sose szerencsém múlott. Jól mondott Tyler, ez nem szerencse volt, ez pure skill! Tehát, hogy vágod? Ha nem lennék ennyire prő, mint senki nem ilyen prő, mint én, amúgy de. Hülyéskedek csak. Rohadt jó hangja. Ha, mivel ilyen Lamborghinikat legyőzök egy Jaguar F-type-al. Sziasztok! Cső. Már is első vagyok. Azt mondja, hogy legyek a top 4-be. Minek? Így is úgyis nyerni fog. Oh shit. És hát ilyen autókkal biztos. Olyan gyorsak, jó mondjuk minél gyorsabb, annál nehezebb is irányítani, de hát én már megszoktam az ilyen gyorsulást, mert már kétszer kivittem, tehát hogy és akkor rohadt sok ilyen autón volt, ami ilyen gyorsan ment. Ja, nem hittem azt, Lina, hogy te felrem fogsz játszani. Tudtam, hogy rám fog küldeni 15 000 rendőrt, meg Mitko Vasilevet, meg ezeket a hülyéket rám küldi. Mondom. Ezeket most győztem le, tehát ami előttem van, ez, akit most neki mentem, ez a verseny, ez gyorsulás, és ez aki azt most megfordult nagyon, az meg offroad. Megrollek, te hülye Nissan GTR-es. Ez köcsém, mert rám küldte a zsarukat. Mert legyőztem. Hello, mi már itt van mögöttem? Azt hogy csinálta? Hogy már így itt utol is értek. Hogy? Ennyire sos értek még utol. Ja, mert ott hülyéskedtem velük. Akkor is visszaelőzöm őket. Shit! Hol az út? Amúgy nehogy Máté, azt hiszitek, hogy gyorsabbak vagytok, nem vagytok azok. Félhet, hogy le fogom gyorsulni. Cső. Jaguárom jobb, mint a te béna Lamborghinid. Jó, egyébként ez a legjobb Lamborghini a világon. Tényleg legszebb és legjobb. Nem, az Aventador az jobb. Meg nekem az is nagyon szép. De a Murcielago az nagyon jó. Csak amikor mész elég gyorsan, akkor az oldalán feljön valami, az viszont csúnya. Nekem nagyon tetszik a Murcielago és az Aventador. Ez a kettő rohadtul tetszik. A Huracán az legszarabb Lamborghini a világon. A Gallardo az a kedvencem egyébként, tehát hogy... Az jó, mondjuk lehet elfogadnék inkább egy Murcielagot, mint egy Gallardót. De azért a Gallardo is nagyon tetszik. Hát nekem a régebbiek tetszenek, kivéve az Aventador, az ugye nem annyira régi. De az se új annyira már. Ja, hát a Centenario is tetszik, persze a legújabb, vagy... Centenario? Nem hiszem, Centenario szerintem. Hoppá! Hogy átküldtem a fák között, ott majdnem ütköztem. Szerencse volt. Na, mert igen, ezután jön egy offroad verseny, ami... Tehát ez könnyű, az offroad verseny az nehéz. Aztán meg jön még egy iszonyat könnyű, amikor le kell győznem magát Lira Navarro-t. Akkora hatalmasnak kibufogókat tettem rá amúgy erre. Hát mondjuk ezek annyira nem is nagyok. Hát akkorákat szoktam látni Honda Civic-eken. Nem is Type R-en, hanem csak Honda Civic-eken.
Akkora, mint ez a kettő kifufogó összerakva, csak abból kettőt. Normális? Olyan rohadt hangos volt, olyan rossz a hangja. Tehát, és hát ilyen hangosan nagyon rossz. Nem rossz amúgy a Honda Civicnek a hangja, főleg amikor jó gyorsan mész vele. De ekkora kifogókkal már rossz, olyan már idegesít. Mert egy Lamborghini-nek nincsen akkora kifogó, és mégis olyan hangos, mert olyan erős a motorja. És valaki azt hiszi, hogy úristen, abban a Honda Civicben mekkora erős motor lett berakva. Nem, csak akkora rohadt nagy a kifogó, mint az állat. Nyilván, azt mondja, kéz és lábtörés gyakorlatilag, csak azt mondja, hogy törd el a lábad, így mondják Amerikában. De mondja, hogy mert ugye azt mondta, hogy a kaszinóját megkapja ugye a House, hogyha most ő ezt elveszti, tehát akkor ő csődbe megy, Marcus Weir, meg mi is gyakorlatilag. És akkor mondja, hogy viszont, hogyha nem nyered meg, tényleg el fogom törni mind a két lábadat. Aztán mondja Tyler, hogy és nem mondott, hogy most mondta, hogy beaten the blacklist, meg ilyenek. Ez a kedvenc mondatom, amit valaha tud mondani a curator. Kár, hogy nem halljátok ennek a Jaguárnak a hangját. Keresetek rá, hogy Jaguar F-type Y-nal hang. Ja. És olyan jó hangja. Csak az OVS beszart, és nem akarja fölvenni a játéknak a hangját. És hát az asztali audiót. A paradicsomos gombóc. Mi van? Paradicsomos gombóc, olyan amúgy létezik? Amúgy ez milyen hosszú lesz még? Csak ilyen hosszú. Ez is mennyi checkpoint, és ez egy... Lol, jól előre mentem. Ez itt még a izé, aki kipörgött. Szerintem az ott ragadt. Ja, tehát akkor valahogy innen mi így mentünk erre, így el. Így a út izén, aztán most megyünk így. Ha. Jó hosszú verseny. 26 km. Ami a baljátékban a hosszú. Ez a baj nem úgy van, hogy ugye egyből eléred a offroad kocsidat és mehetsz is, hanem akkor meg kell várnod a többieket. Mert én a való életben így csinálnám. Hogy odaérsz az offroad kocsihoz és mehetsz is. Nyilván. Hát jó, nem. Azért, mert ugye ennyire előre lennél. Amit a Vitek lenne ebbe a Jaguárba. Nincsen véletlenül az benne. A Vitek az olyan, hogyha elég gyors, te például Honda Civic-eken szokott lenni. Meg S2000-en. S2K. Uff. Hogyha elég gyorsan mész vele, vagy eléggé gyorsan pörög a motor, akkor megváltozik a hangja, mert így sokkal jobban elkezd dolgozni a motor, akkor még erősebben elkezd dolgozni. Magyarul gyorsabb lesz a... Tehát akkor, hogyha akkor nyomod a gázt, akkor egy kicsit még jobban. Még jobb, tehát akkor jobban fog gyorsulni, mint hogyha nem mennél olyan gyorsan. Nyilván ez versenyzőknek van, hogyha valaki valaha Hondával versenyezne. Mi a McLaren ez így megütötte, te hülye állat? Hát ez hülye. De fura, hogy semmit nem csináltam ezen a lanszeron. Ezek meg így nézd már, minden is szét vannak, császol az összes. Jézusom, Cooper! Amúgy tényleg Cooper. Shit!
Ez simá le. Most ezért 6 év lesz, mire utolérem őket. Ezért mondtam, hogy nehéz. Jaj. Beszarok. De így ez ebből nem lesz nyerés. De mi ez? Ez még rosszabb, mint a BMW, basszus. Ja, mert nem csináltam rajta live tuningot. Meg kellett volna csinálni szoftverre. Oh, fuck. Így jóval nehezebb lesz, hogy ezt nem csináltam meg. Betolatok a checkpointba. Lots of cops. Komolyan jönnek a rendőrök? Jézusom! Ez amúgy mi volt? Rossz reakcióidő, de azon kívül, what the fuck? Didn't work. Na most mi van? És itt be fog dobni utolsónak. Ne kérdezzétek, hogy miért, de be fog dobni. Tehát ennyit veled, hogy értek utol? Jézusom, amúgy ez a Raptor, ez egyébként lehetetlen ennyire előké, de... kicsit szét van törve az autó. Kit érdekel? És utolsó vagyok. Beszarok. Fuck, 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 fuck. Milyen fos? Jó. Hallod, ezek miért ilyen gyorsak amúgy? Aj, de lehetetlen ennyire folyamatosan kicsúszik az autóm. Néha jó, hogy kicsúszik egy nagyon éles kanyarnál. De néha meg egyenesbe csúszik ki, és az meg... Mi a fors? Ez hogy előzött be? Az nem mondom. Nem, nem, engem nem állítotok meg.
való életben egyébként most Tylernek, hogyha ez a való életben megtörtént volna, Tylernek szerintetek most mennyire dobogott volna a szíve? Mennyire koncentrált volna, hogy ezt meg kell nyernie? Ezt elveszti, az akkora egy csőd. Öcsém, ennyi ideig versenyzett és elvesztette. Azért az nagyon ilyen sém. De nem én nyerni fog. Mennyire örült volna Lila Navarro? Mi van? Hú, de hogy nem offroad. Így legalább legyorsulnám őket. Még így nem is fognak utolérni, mert itt legalább gyorsan is tudok menni, úgyhogy nem csúszik ki az autóm egy másodperc alatt, úgy, mint az állat. Ha vagy de. Ha de? Ha nem használom a nitrót, akkor igen. Nem értem miért. Azt nem mondta, hogy mi most előzve a Grandmaster. Mert én már voltam így a legvégén itt. Amikor ezt mondta, hogy we are cheering for you, buddy, mert hogy megnyerted, itt előzött be a finishbe. Hallod, tudod, mennyire idegesítő volt? Mennyire felidegesített? Akkor először próbáltam megcsinálni az autózrust. Hú, de felidegesített. Másodjára meg már elsőre sikerült. Jobb volt az autóm nyilván, meg most is. Meg most már tudom egy kicsit. All of them? Everyone? Everyone! Most vele kell egyet versenyeznem, de olyan könnyű, tehát olyan béna. Mert biztos vagyok benne, mert mondja is, hogy ezzel a technikával mindenkit legyőzök. Automata vezető cucca van, mint a Teslákban. Csak ez nagyon profi. Miért volt annyira fölemelve? Nem tudom, láttátok-e, de föl volt emelve egy ilyen jó ideig. Cső! Úristen, de nem bír vezetni. Egyébként de tud olyan, mint a Forma 1-es, folyamatosan... Hát nem tud vezetni. Az mi volt? Le se fékezett meg semmi. Nem is gondolt rá, hogy lehet mindjárt neki megy a falnak. És amúgy soha nem előzött be még egyszer se Lina Navarro, tehát most nem tudom, mi van velem. Lehet azért, mert videózok. Mindig úgy volt, ha videóztam, mindig valami nem sikerült, mert túlságosan izgultam, hogy úristen, mit fognak mondani, hogy béna vagy, meg ilyenek. De most nem érzem ezt, de mégis. Azért, mert beszélek, rájöttem. Hát a videósok is szokták mondani, hogy például Oscar mondta, a gameplay videós. Tehát, hogy nem beszélt, és már is annyival sokkal jobban sikerült neki minden, szóval én most koncentrálni fogok, nem beszélni. Azt hittem, hogy gyorsabb. Hallod? Majdnem leelőzött. Majdnem jobb a top speedje, mint nekem, de... Nem jobb neki. Na, már le is előztük. Fuck.
Mi van? Jó, persze, kösz, nem megyek bele a house-ba, nem vagyok hülye. Nem fogom ezt a versenyt elveszni. Fogom elveszteni ezt a versenyt. Amúgy is, elvesztem, akkor csak próbáltam újra. Nem fogom még egyszer újra próbálni. Mi volt abban az ó? Azt, hogy nyertél? Hát igen, nyertél, testvérem. Fuck, fuck, fuck! Hát ez közel volt. Hogy bedriftáltam a végén? Minden meccsnek így bedriftáltam. Yes, yes, yes! Hát... Most lesz egy reggel a tuningolás, az biztos. Imádom meg, ez annyira király. Boom! Ott a kollektor, az biztos, hogy ő volt. És széttörtem az autómat, de nagyon. Soon! Oh, you are soon! Yep, boy! És megkapta a kaszinóját a house-nak. Hát... Ezt most nem fogom végignézni, mert fél óra szerintem van. Igen, megnyert egy kaszinót. De most már kettő van neki. Hogy ment ott hátra? Mi is figyeltem eddig, hogy ott hátra ment, ott nem volt ott semmi. És sose egy dobta ki eddig. Ez valami új update? Sose hívott fel még Lina. Most azt mondta, hogy gratulál meg, hogy izé. Még most már tudja, hogy el van szarva. Most már azt mondja, hogy szét fog törni. Destroyed. He is gonna destroy me.
Na, és akkor most menjünk reggel át tuningolni, mert én azt akarom. Ja, hát itt állt, persze, jó van, értem. Pillanat. Szóval itt létezik egy olyan autó, hogy reggelra bum 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 bum. És ebben vannak elektromos motorok is. De ebben van egy, talán kettő motor és egy elektromos. Ami a gyorslást adja. Mert eléggé rohadt jól gyorsul. De most mondja. Nem is Lina Navarro vezetett. Nem van. Ami automatikus vezető tudszat. Tudtam, hogy azt használ, tehát ő nem nincsen olyan jó, hogy egy ilyen gyors autóba tudjon menni, mert széttöri, tehát olyan béna, hogy az valami hajhajtátlanság. Hője. Mi van? De nem, ez tényleg hülye. Mármint a... Nem, ez is tiszta fekete, boy. Wham. Tough, tough. Tav, tav. Nem. Tav, boy. Sideskirts, persze nagyon. Amúgy nem ez a Wing Mirror Skill. Königzeges, az jó lesz. Königzeg. Jézusom, hogy néz ez ki? What the fuck? Ez marad. Exhaust. Ja, persze. Sosem fogom nem rárakni. Taillights. Fú, nem. Kisötítített ez. Oké. Okay. Jó, hát akkor ez lesz. Jézusom, amúgy ez mekkora. Ez van nagy. Ez rohadtul nagy egyébként. Ezt nem tudom, hogy... Kivette észre, de ez olyan cseszettül nagy, mint az életem. Mi van? Toyo Tires. Tudod mit? Jaj. Kék lesz az autó. Sose volt kék a reggelem, de most az lesz. Ah, ezt meg kell csinálnom. Hát könnyen meg fogom csinálni, ez hülye vagyok. Ez csak egyetlen egy dolog kell.
Aventador driftbe. Mert az, tehát az túlságosan jól lehet volna driftálni. Akárki már vett drift módba, az tudja. Akárki játszott már ezzel a játékkal és vett egyet drift módba, az már tudja, hogy miről beszélek. Uhó, ez tetszik. De lehet, hogy csak nekem tetszik, de nekem tetszik. Get wrecked for that. Na most úgy lesz, hogy lesz. Lesz három mo. Lesz három outlaw. És lesz három shidori. És azért lesz shidori, mert az gyorsítás. Gyorsulás. És ez csak 2,50-es, ami 3 másodperc, ami nem jó. Vágod. Nem jó. De ez se jó, mert ez csak fake bónuszt adott. És ráadásul olyan három sidori kéne, ami acceleration és nem speed. I want you to speed away. Bye. I want it that way. Hát ennek semmi értelme nem van. Inkább az összes outlaw lesz. Na nem. Azért a gyorsuláshoz kell. Speedy Black Man! 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 De amúgy csak outlaw lesz. És nagyon durva outlaw. Tehát ez 0,3-at vitt föl ez a shidori. Tehát összes shidori cót, abban egyik se acceleration. Tehát mindjárt beszorok. Komolyan, benne szarjak. Lett a gyorsítás, nagyon-nagyon kevéssel, de jobb lett. Láttam egy youtuber, addig-addig tuningolta, míg eljutott odáig, hogy mindegyik outlaw volt, mindegyik cuccból 18-as, ő is regerán csinálta, és mindegyikbe speed, acceleration és nitro bónuszt adott mind a három. Vagy mind a hat, mind ezt a hármat adott. Amit én is nagyon szívesen megcsinálnék, csak az sok idő. De meg fogom csinálni, ez biztos. Tehát, hogy... Nem kérdés, hogy meg fogom csinálni. Nem kérdés, hogy meg fogom csinálni. Tényleg nem kérdés, hogy meg fogom csinálni. És hogy miért fogom megcsinálni? Mert rá akarom. Az jó kis nitro bónusz. És miért akarom megcsinálni, mert azért az elég profi. De az, öcsém, mennyi idő lehet? Tehát, hogy már nem sikerülhet. Tehát, hogy what the fuck. Jó, nem, inkább hagyom.
Inkább hagyom, én ezt nem bírnám megcsinálni szerintem. Hú, nem jó az a kék. Sötétebb kékkel. Olyan, mint a szürke lenne. Ez nekem nem tetszik a regerán. Mert van a alapból van a szürke regera, az nem tetszik. És ez ugyanaz, csak kicsit kékes. Szóval... Fúj! Hát nem fúj, nem foly, de... Na, így már mindjárt jobb. Hát nem krómba, de metalik. Meta fing. Mi van? Meta. Tomátó. Na menjünk egy Aventadort, és szerezzük meg azzal a izét. A kettő cuccot, egy driftes, ugye a billboardokat, 5 billboardot szét kell törni. Meg a break disket, ugye a drift zónákat, 3 drift zónákat 2 csillaggal. Szóval már csak 2-t kell. Mert már egy megvan. Szóval, igazából a Huracán is jó, de a Huracán az a legrosszabb Lamborghini, szóval Aventador. Marad az Aventadoros, kombinációs, zavar. És ez miért olyan jó driftelésre? Mert jól lehet vele driftelni. Csak föl kell gyorsulni. És akkor olyan... Uber Beast Mode... Uber Beast God Warrior Mode for Life on. Hát az 82! My grandma won't let me eat some of that shit! Mi a korodás? Akkorák a magjainak a szőlőnek, hogy muszáj őket kivennem, pedig egyébként én meg szoktam enni a magjait, de... Akkor a magja van ennek, hogy egyszerűen ráharapsz. És rohadtul keserű, hogyha ráharapsz egy magra. Tényleg. És ilyen levélízű. I've been fucking losing poppin' Beatley's met and not I be losing a rockstar. I've been fucking losing poppin' Beatley's man, I finished like a rockstar. Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck. I've tried to run my vehicle with a bad header that I had died. Na fuck, na fuck, na fuck. Ez is már 2:10. Tehát, hogy az... Tehát a... It's over the rainbow. Ez a Lamborghini, ez úgy, ahogy van, szerintem jól néz ki. Fáj! Remélem megcsüketül!
küldetek. Remélem, akárki nézte, az megsüketült, mert az volt a célom. Amúgy nem. De egyébként az ott nem az volt, de az volt, nem az volt, nem az volt. Tehát Hood Manzori. Jó. És ez miért jó, hogy mindent kifeketítesztek, komolyan mondom. Mindent karbonból. Jó. Minden karbon. Mi nem, biztos, hogy nem lesz minden karbon. Over the rainbow. Ja, jó kis lilás lesz. Úristen, ez mennyire tényleg, ez Rocketban is nagyon. Ez nem is annyira Liberty Valkos, ez inkább Rocketban is szerintem. Over the rainbows. Sound system, ez nem tudom mivel lesz jobb, de jó. Jó. Rear bumper. Ezt például nem értem, ez a Rocket Bunny-nál is van. Tehát annyi történik itt, hogy leveszi a Lamborghini logót. Mi a szarért jó az, hogy leveszed a Lamborghini logót? Ez a karbon, ezt tetszik nagyon. Fúj, 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 mi a szar? Fúj, 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 ebből az összes fúj. De ez se igazi fogó. Jó, nyilván nem. Over the rainbows. Nekem ezek a lámpák tetszenek úgy, ahogy vannak. És ez miért olyan, mint hogy a Camber lenne? Rims. Yes. No pressure, right? No. No pressure at all. I don't fucking know what you are a talking about. Decals. That should be like there. Sérül, hát nagynak kéne lennie. Így. Mit csinálsz? Hogy az anyádba nézel ki már megint a szemétláda? Hogy az anyádba nézel ki már megint a szemétláda? Hogy az anyádba nézel ki már megint a szemétláda? Hogy az anyádba nézel ki már megint a szemétláda? Most egy úristen. Tuf, 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 tuf! Nem, a driftelésre persze, hogy alacsonynak kell lennie. Over the rainbows. Csak frontra. Püf, püf, püf. Rims primary. Mat. Nem all. Beszarok. Sőt, inkább metallic. Jó. Végre. Megcsináltam ezt a szárt. Jézus Maria, tótáros, tostórás, tostostórás, tostostórás, tostostórás.
Jézusom, tényleg, hogyha megcsinálod a játékot, akkor az összes szar felállokkolódik, lódik, lódik. Móbedik! 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 Fuck you! Fuck you! Fuck! Shit! Széttörtem egy Lamborghinit! Széttörtem a Lamborghinit, rohadjál meg Marangigi! Marangigi! 11 ezred, simán! Jó, nem simán, ezt újra kezdem. Elrontottam, mert nekem jött az a hülye kukás autó, akinek én drifteltem neki, de nem látja, hogy ott driftelek? Nem lehet amúgy elrántani a kormányt. De mert a való életben el kell rántanod a kormányt, hogy elelőzd az ütközést, de nem. És csak nézi, úristen, ütközni fogok! Nem, ott itt csak úgy ott marad. Ez milyen fos. Na, ma megint itt van, ami szól. Nem sikerült. Huszonöt ezeret. Mi a fa? Beszarok, komolyan mondom. Miért hagyta abba? Nem kellett volna egyáltalán abba hagynia. Jó, közelebb, közelebb. Egyre közelebb vagyunk, nem lehet tolatni ebbe a szaros autóba. Közelebb, de úgy kell, hogy ott a körforgalomnál, ott a multiplierem az minél nagyobb legyen. Tehát erről az oldalról okosabb. Jó boly! Püf! Most ezt komolyan elkezdte? Most oda kell mennem az a keep on driftinghez, és azt meg kell csinálnom. Annyira jól így... Csak így fogod és így... Ez az autó csak így hirtelen így... Fogja magát... És ennyire így elbír fordulni. Most... Sokkal... Most későn kezdtem el driftálni. De én azt is megírtam volna csinálni, csak... Itt mi volt a drift? 8000.
Hát ez könnyű lesz. Ilyen autóval, tesó? 8000-et? Ez könnyű lesz. Jó, mondjuk tudom, hogy 2 csillaghoz nem annyi kell. Meg most el is rontottam. Mi a f... Várj engem... Ó! 20 000-et nyomjak, jó van. Gondoltam, hogy 20 000 lesz egyébként, akartam mondani, csak hát nem mondtam. Na, hogyha a multiplier-ket eltalálnám, akkor lehet, hogy sikerülne. De nem sikerült. Kicsúszott teljesen az autóm. Aj. Nem tudom, hogy merre kell menni, ez is szar. Nem találom el a multiplier-öket, basszus. Jéj, megvan. Yes! Most már csak billboardok kellenek. Pont itt van egy. Ja, még 4 kell, azt hiszem. Megvan! Calipers! És ha megvan ez a billboards, akkor teljesen tudok mindent. Minden autót teljesen tudok. Tehát megcsinálni olyanra, amennyire akarom. Jézusom egyébként meg. Ó, fudge! Pum! Landed! Azt majd megcsinálom következőleg azt a izét, azt a Nearly Billboard! És akkor itt hol van billboard? Ott. Hát és arra hogy? Ott fent... Ó, jó. Erre kell majd itt mennem, mert ha jól láttam... Ez kellett volna legyen egy balra kanyar, de... De nagyon nem volt itt egy balra kanyar. Nekem itt kell itt lefordulnom. És akkor ezt így hogy? Aha.
Pizza! Ó, kettő. Akkor hol volt a másik? Ja, itt volt a másik, meg még van még egy itt. Itt a városba. Muszáj volt megcsinálnom. Jaj. Itt egy billboard. Hát itt hol? Itt hol, tesám? Hát most mondanám, hogyha tudnék menni 400-al így menjek neki, mint az állat, de ez rohadt nagy hülyeség. De viszont megvan. Jó. Arra az útra rá kell menjek. Tehát itt le kell fordulnom. Vagy nem. Upszi. Itt kell nekem lefordulnom. Na. Hát. Mi a retek? Hát akkor mi? Hol? És itt nagyon jó út van tényleg. Nincsen semmiféle út. Nem tudom. Arra az útra hogy a F betűbe menjek rá? Azt mutatja, hogyha itt balra megyek, akkor elvileg ott leszek azon az úton. Hát ez lenne az az út? Hát nem. Akkor mi a retkes? Ja, jó van, én rossz utat kerestem. Elnéztem. Így kell nekem. Ja, ez nem egy billboard. Ez egy courier mission. És akkor, hogyha másik oldalról akarom én ezt így megközelíteni. Olyat nem tudok. De hogy nem tudok. Aha. Akkor ott az utolsó, ahol van is itt egy ilyen, szóval arra oda teleportálok, hogyha már oda bírok. Ha nem szereted a tejet, nincs jelleged. Ha nem szereted a tejet, nincs jelleged. Jól luftatta, nem szereted a tejet, nincs jelleged. Olyan jól éneklek, hogy mindjárt megsüketülsz. Ja, hát ez a legkönnyebb. Fogom magam. Hello. Ezt ennyi. Nem is volt ilyen menő cuccsene. Mert pucs. Cukkini fejű.
kicsi Lamborghini átment. Hogyha egy Uber offroad autóval nem tudok átmenni, akkor egy Lamborghini van. Hogy lesz kicsi lesz szarba? De most viccen kívülöm, úgyhogy. Püff. Jó, és megvan az összes tudsz, front canards. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Not sure mennyi volt a